javaslatuk, és azon gondolkoztam itt ülve, hogy ugye most már 15 hónapja vagyok képviselő, és valahogy még mindig meg tudnak lepni. Egészen egyszerűen nem értem, hogy önök ezt hogy gondolják. Én nagyon szeretném megkérni, és főleg Kocsis Mátét, aki ugye hihetetlen karrier fantasztikus pontjaként most ugye a Fidesz hallítanagyi referense lett, hogy mondja meg nekem őszintén, hogy tényleg ez az egyetlen megoldás, ami eszükbe jut a hajléktalan kérés kezeléséről, ami ugye egy szociális probléma, egy lakhatási probléma, ezt is sokan, főleg képviselőtársaim elmondták előttem. Valóban ez-e a, önök szerint a legjobb módszer, ez a rendészeti megközelítés arra, hogy ezt a problémát kezeljék. Több képviselőtől elhangzott itt, Wintermantel Zsolttól, illetve Pócs Jánostól is, hogy önök tulajdonképpen segíteni szeretnének. Pócs János még azt is mondta, hogy lehetőséget kívánnak adni ezzel a törvénnyel. Én ezt egészen egyszerűen nem értem. Én nem tudom, látták-e, hogy itt délután 5 óra óta a Város Mindenki egy civil szervezet, egy tüntetés szervezet, és elég sokan voltak, ugye ez a hajléktalan embereket tömörítő civil szervezet. Vajon, hogyha önök annyira lehetőségeket akarnak adni, meg segíteni, akkor elgondolkoztak azon, hogy ezek az emberek miért tüntetnek ott a Kossuth téren? Miért tiltakoznak, miért próbálják elmondani, hogy ők hogyan látják ezt a problémát? Meghallgatták önök egyáltalán, hogy ők mit mondanak? Vagy a saját elefántcsontornyukba bezárva próbálnak ilyen egészen elképesztő megoldásokat kreálni. És még így a végén azt szeretném mondani, hogy Konrad Kajor államtitkár úr itt hangoztatja, hogy a rend mint a legfontosabb közösségi érték. Én azt szeretném mondani, hogy léteznek olyan dolgok, hogy társadalmi szolidaritás, hogy bizalom, együttműködés, jóhiszeműség, illetve tolerancia. Mi lenne, ha változatos a kedvéért most már ezekkel az értékekkel is próbálnának egy kicsit foglalkozni. Köszönöm a figyelmet. Az LMP-s ostrom